A vagy 30 éves a rendszerváltás. Jó estét kívánok, Szénás és vagyok, a mai esti vendég Csizmadi Ervin politológus. Jó estét önnek is. Jó estét kívánok. Egy nagyon hát különösnek számító, nehéz szerepű emberről van szó. Ó. akiről hát az úgynevezett oldalak egyik azt gondolja, hogy túlságosan liberális a másik azt mondja, hogy túlságosan megpróbál középen állni egy olyan világban ahol közép nincs és hát amikor a 88-89-es emlékeiről kérdezem akkor persze ott van a fejemben az is, hogy ez a ez a hit szerep, vagy közvetítői szerep, vagy középről rálátni akaró ember szerepe, ez hogyan alakult ki, vagy hogy alapozódott meg abban az időben. De ha nem, hát nem, csak feladom ezt a lehetőséget is. Érzjük az emlékekkel. Egy interjúban rátaláltam egy mondatra, azt mondta, hogy 1986-ban határoztam el, hogy megírom az ellenzék történetét. Hát ez elég korai döntés volt. Hát attól függ, honnan nézzük, hogy korai, mert úgy utólag beszélgetve a kortársaimmal sokan azt mondták, hogy csak 86-ban, tehát hogy, hogy, hogy nem korábban, hogy mi, mi az, hogy én a 80-as évek eleje óta nem ismertem ezt a mozgalmat, pedig ugye 86-ban én már 28 éves voltam. És a közvetlen előzménye az az volt, hogy én 85-ben kijuthattam az Egyesült Államokba és Kanadába, és őszintén szólva ott akadtak kezembe először olyan kiadványok, amelyekből én megtudtam azt, hogy Magyarországon... Akkor meg a szamizdatot a, a kezébe? Lényegében igen, Püski Sándornak a New Yorki könyvesboltjába tértünk mi bevásárolni, és ott tele volt mindenféle olyan könyvekkel és egyebekkel, amiket Magyarországon ugye nem lehetett volna megszerezni, és hát gondolhatja, hogy milyen érzés volt nekem, aki úgy érkeztem az új világba, hogy volt bennem, azt nem mondom, hogy egy ilyen harcos, rendszervédő attitűd, mert az abszolút nem volt, de minden esetre hát nem tagadom, mert miért is tagadnám, hogy voltak nekem ilyen marxista gyökereim, meg egyebek, és hát bizonyos vitákban itthon, mármint magánbeszélgetésekben úgy próbáltam ugye a rendszerről mondani, hogy nem is olyan rossz, stb. stb. És akkor egyszer csak jön ez a 85-ös út, és hát az mindent megváltoztat. Ez egyébként magánút volt, vagy pedig? Ez, ez egy magánút volt, és az azért jöhetett létre, mert hát ez is egy döbbenetes, hogy mi nem használtuk addig ki egyáltalán azt a kapcsolatrendszert, ami nekünk adatot, egy csomó 56-ban kivándorolt rokonunk volt, egy csomó olyan ismerős, aki nem kivándorolt volt, de tudtuk, hogy ott vannak, mármint Amerikában és Kanadában, és hát elterveztük, hogy ezeket mi szépen végigjárjuk, és azon közben én ott mindenféle emberkékkel találkoztam, természetesen, és hát egy más ember érkezett vissza. Tehát ez nem volt egy nagyon hosszú út, két hónap volt körülbelül, de mégis ez az egész utána lévő életemet alapvetően új pályára állította. Hát gyakorlatilag az történt, amit Lenin csinált hegel hogy fehér a talpára fordították? Hát, és ezt Lenin csinálta tényleg? Legalábbis ő azt mondta. Ebben nem vagyok biztos. Csetamás énekelte. Fordítsuk Hegelt a talpára. Igen, Csetamásnak jobban elhiszem. De minden esetre valóban az van, hogy egy új kiinduló pont, és amikor amikor én hazajöttem 85 őszén, ugye az új világból, akkor, akkortól kezdve ott motoszkált a fejemben, hogy hogy akkor nem csak arról van szó, hogy én ezeket most akkor megszereztem könyveket, jelzem, hogy körülbelül 30-40 könyvet csempésztem be, úgy, hogy azért nem voltam abba biztos, ügyes, hogy ember. a határ, határon Aha. nem fogják azokat elvenni, és, és lám a rendszer mennyire slampos volt, hogy lényegében egy bőröndöt megnéztek, ugye, és nekünk volt három-négy, és a többit nem nézték. Abban nem találtak semmit, és, és, csont nélkül behoztuk ezeket a dolgokat. Tegyük hozzá, hogy az Eltén végzett ugye 87-ben, tehát a következő évben magyar történelem szakon, és aztán később kezd politikai elméleti tanulmányokba gyakorlatilag olyan szakmában, ami Magyarországon nem létezett addig. Úgy van. Tehát egyetemi szinten sem. Úgy van, mert azért már a 80-as évek elejétől volt bennem egy politikai érdeklődés, tehát az nyilvánvaló. Én egyébként már 85, talán 85-ben publikáltam az első tanulmányomat a Valóság című folyóiratban, akkoriban az egy nagyon híres folyóirat volt. Előttem egyébként meg nagyon vicces, ezt szerintem kevesen tudják, volt egy olyan újság, hogy Pesti műsor. A pesti műsor az tulajdonképpen mi, mit játszanak a mozik, színháza, igen, koncertek, igen, stb. És azok kis alakú füzet, kis alakú volt, füzet volt, és abban, lehet, abban voltak ilyen lemezkritikák. És én ott például lemezkritikákat írtam, mondjuk Omegáról. Bródi Jánosról, Konzsuzsáról, meg egyebekről. Ez mondjuk 81 és 85 között egy ilyen típusú dolog volt, és mellette pedig egyre mélyebben és mélyebben a politikai érdeklődés az előjött, és az is nagyon érdekes, azért azt hadd meséljem el, mert talán érdekes lehet, hogy így tök véletlennek köszönhettem azt, hogy én eljutottam Kis Jánoshoz, aki akkoriban ugye a demokratikus ellenzék vezető alakja volt. A következő a történet röviden. 1986-ban vagyunk. Rákospalotán sétálok éppen. Az utcán Rákospalotán laktunk mi korábban, azért kerültem én oda a busz megállóban áll egy ember, aki leszólít engem kiderült, hogy nekem egy általános iskolai osztálytársam, én nem ismertem meg őt, ő megismert engem, beszélgetni kezdtünk, kérdezem, hova mész? Közli, hogy megyek a kis Jánoshoz szamizdatot vásárolni. Így. Mondom, nem csatlakozhatnék hozzád. Akkor már tudtam, ugye, hogy Magyarországon van olyan, hogy ellenzék. Fölszálltunk együtt a buszra, néhány átszállás után Rákos Palotáról eljutottunk a Gellért hegyre, úgyhogy 86 őszén én először találkoztam Kis Jánossal, és tényleg nem akarok túlozni, de az első vagy a második találkozás után én eldöntöttem azt, hogy én ezt az ellenzék történetet meg fogom írni. De akkor ez az kellett, hogy a kis János személyisége valamiképpen hasonló erre. Tehát... Természetesen, meg azt kellett, hogy mondjam, ezt azt tudja elképzelni, aki, aki ilyen látványos változást él át a személyiségében, mint én. Tehát amikor én hazajöttem, mondom, egy másik ember volt. Már csak arra várt ez a másik ember, hogy megtalálja a tárgyát, hogy ezt hogyan tudja manifestálni, és ez a találkozó ez tényleg mondom, hogy a kapóra jött ehhez, és mondom, az első pillanattól kezdve ráadásul kis János nagyon együtt működő is volt, és hát utána a következő feladat persze az volt, hogy bedolgozza az ember magát az ellenzék közegébe. Hát Azért ez nem, lettet, nem volt. Igen, hát, gondolom, hogy nem lett szerint hát hiszen gyanakodhattak is. A legteljesebb mértékben. Hát én el tudom képzelni, hogy ők azt gondolták egy ideig, hogy én valami ügynök lehetek, akik a pártállam rájuk uszított. És hogy, hogy tették próbára? E hogy ellenőrizték? Szerintem úgy, hogy látták azt, hogy miket írok, ugyanis én újságíró lettem a 80-as évek második felében, például az Ötlet című labban, és én mondjuk interjút készítettem mondjuk Lakos Sándorral, nem tudom mond ez a névönnek valamit. Lakos Sándor az MSZMP központi bizottságának egy magas funkcionáriusa volt, továbbá a Társadalomtudományi Intézet igazgatója, én csináltam vele egy interjút. És se vettem. Ez az interjú megjelent az ötlet című lapban, szerintem valamikor 88-ban már, néhány évvel később amit a beszélő átvett, és abból a beszélő idézett. Tehát magyarán érzékelték azt, hogy én nem azért vagyok ott, hogy ővel róluk, dehonestáló dolgokat de ez a kiszkábé lapja volt, ugye az ötlet? Az ötlet a Kissz KB lapja <laughs> volt, de hát mondtam, hogy marxista indítatásom volt. Nem, tehát nem, nem, csak a tényekedvér mondtam. Persze, nem, hát nincs kérés. ezzel szerintem semmi baj, és hogy mondjam, meg néhányszor elmentem ellenzéki összejövetelekre. Na az, az volt egyébként életemnek a legérdekesebb része. E, milyennek látta őket? Van egy. Én Szamizatban olvastam a 80-as évek végén Konrádnak egy, egy regénye, amiben ő hosszan értekezik arról, hogy a, az ellenzéki lét ezekben a úgynevezett szocialista társadalmakban ilyen csőlátás, csővilágot hoz létre, hogy az ember mindent a saját politikai ellenőrzésein keresztül lát, Magyarán a mező nem, nyúlhat, nem nyílhat úgy virág, hogy ne Kádár János vagy a körre jusson az ember eszébe. Ez jellemző volt rájuk? É, nézze, nem, nem, nem így láttam én őket, hanem úgy láttam őket, hogy ők benne vannak egy, 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 egy saját történetbe. Ez a saját történet, ez ilyen napi dolgokat vetett mindig a felszínre. Amikor én jelen lehettem lakásrendezvényeken, tehát nem nyilvános rendezvényeken, hanem lakásrendezvényeken, az egyrészt azért lehetett, mert akkor már tudták, hogy én az ellenzék történetét írom, és elfogadták azt, hogy én ott lehetek. Nem gondolom, hogy mindenki, de a többség. És akkor ők olyasmikről beszéltek, amikről, Szerintem minden mozgalom a magánköreiben beszél, csőlátás ide vagy oda, hogy mit kéne csinálni most, akkor, hogy ez vagy az a dolog megtörténjen. tehát ilyen, de, de ilyen belső, esetben egy saját világban voltak, egy ugye? abszolút saját világban voltak. Nekem ez a saját világ persze, hogy mondjam, akkor ez azt jelentette, hogy hogy minden, amit ott hallottam, az merőben más volt, ugye, mint amit a nyilván első nyilvánosságban hallani lehetett. Hát, tehát igen, cikkeket beszéltek meg, hova írunk, mit írunk, mit csinálunk. Nyilván persze volt egy, egy, egy hangtompító is rajtuk, mert hiszen tudták, hogy lehallgatják őket, tehát nagy valószínűséggel azért a legnagyobb titkokat nem mondták el, de minden esetre, hát nekem az, gondoljon bele, hogy mekkora érzés lehetett, hogy tök ismeretlen 27-28 Éves emberként oda beülök és és ott gyakorlatilag olyan dolgokról hallok, amiről Magyarországon nagyon kevesen. Tehát, Kik voltak ott? Kenedi János biztos? Hát Kennedy János lakásán Itt ja, is igen, volt igen. például ilyen dolog. Nem mondom, hogy sok ilyen rendezvényen voltam, de de ott voltam. Hát a teljes ellenzék lényegében. Kis János, Soltó a Demszki, Gábor, meg olyan ellenzékiek is, akikről talán ma már kevésbé, akikre kevésbé emlékezünk, mert az ellenzéknek ugye különböző szárnyai voltak, és volt egy olyan szárnyai, szárny, amit mondjuk így népi ellenzéknek hívunk, Nagy Jenő neve jut most így hirtelen eszembe. Egyébként ezekkel a Más szárnyakkal a későbbiekben voltak is konfliktusaik. Tehát mi általában a beszélő és a, és, a, és a hírmondó körére emlékezünk, de jóval szélesebb volt ennél az ellenzék, és egyébként ennek a szélesebb körnek a tagjai, aztán engem, amikor megjelent az ellenzék könyv, akkor nagyon keményen támadtak is. Tehát ezt hozzá kell tennem. A könyvem 95-ben jelent meg, három kötetben. És hát... A Magyar Demokratikus Ellenzék, ez volt a címe. Igen. Ez volt a címe, és hát akkoriban azért, amellett, hogy marha jó érzés volt, hogy az a könyv megjelenik, de volt egy marha rossz érzés is, hogy egy csomó ellenzéki úgy érezte, hogy én őróluk nem megfelelő módon emlékeztem meg. Ez, ez, mit jelent, hogy nem megfelelő tisztelettel, hangnemben, vagy tényeket eltorzítva? Az hogy azt gondoltak? jelenti, hogy például volt egy olyan folyóirat, amit úgy hívtak, hogy égtájak között, nem tudom, hallott-e vagy nem. emlékszik -e rá. Ez a kevésbé ismert folyóiratok közé tartozott, és ennek a szerkesztői úgy ítélték meg, hogy én rossz kategóriát, rossz minősítéseket használok rájuk. Nevezetesen én az anarchizmus kifejezést használtam velük kapcsolatban, amit én nem pejoratív kifejezésként használtam, hanem azt mondtam, hogy ők az államot gyakorlatilag nem nagyon szeretnék, és szeretnék ezt leépíteni. Ők ezt úgy vették, hogy én őket, hát kvázi megtámadom, és hogy eltorzítom az ő nézeteiket, és hát egészen odáig ment a dolog, hogy a könyvet szúzzuk be. Hm. Tehát engem akkoriban, 1995-ben nagyon komoly támadások értek. Tehát ez, ez egy sokkoló mondatám, tehát a az üldözött magyar demokratikus ellenzék bármely tagjának az juthat eszébe egy könyvről, hogy be kéne zúzni. Ö, olyannyira, a... hogy a Magyar Tudományos Akadémiánál, amikor, ahol én már akkoriban dolgoztam, leveleket is küldtek, hogy az én könyvem az, az nem üti meg azt a mértéket, vagy azt a mércét, amivel egy tudományos könyvnek rendelkeznie kell. Hát ez sajátos. És ezért hát ez, ez, ez így történt. Azokban az években születtek-e új? kapcsolatai most a demokratikus ellenzéken túl. Jelen még ezt, amit egy másik kérdés. Hát nyilván önt is megfigyelték, nem? Hát a járt ezekre a magán lakásokon tartott bulikra, meg előadásokra, akkor azért tudnia kellett, hogy Valahol vannak elvtársak, akik fölírják az egynevét. Igen, ez valóban így van, de nem tudom ennek a bizonyítékát meg, megmondani, mert nem, nem ki a kértem két? ki soha. Meg hát nézze, ezzel azért úgy voltam, hogy mondjuk persze jártam ezekre a rendezvényekre, jártam rendszeresen Kis Jánoshoz vásárolni, Demszki Gáborhoz vásárolni, de hát mégiscsak egy kis pont voltam én ebben a sztoriban, tehát úgy gondoltam, hogy ez egy aránytévesztés lenne, ha mondjuk én kikérném a, azokat a papírokat, amelyek valószínűleg rólam szólnak. Én megelégettem annyival, hogy egy, egy, jó történetben egy olyan szerepet játszhattam el, amit egyébként szerintem valakinek el kellett játszania. Tehát az, hogy ezt a történetet meg kell írni, az egy percig sem volt kérdéses számomra. Itt, itt tényleg az, a, 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 amit én ehhez hozzátettem, hogy én voltam az az ember, aki ezt megcsinálta. Hogy emlékszik vissza ezekre az évekre? Most túl ezen ezeken a találkozókon. A milyen világ volt a 80-as évek végén? Hogy nézett ki az a puha diktatúra, amit, amit néha még legalábbis korábban így érezte, még védeni is érdemes? Hát a puha kifejezés az valóban jó szó rá. Én egyébként már a 70-es évek végétől is azt éreztem, hogy szabadabb a légkör. Tehát nincs olyan emlékem, de valószínűleg azért nincs, mert nem játszottam olyan szerepet, mint akik a rendszerben esetleg elszenvedtek bizonyos sérelmeket. Tehát most ilyenek jutnak eszembe, hogy nem tudom, én az ifjúsági parkba én már úgy járhattam koncertekre hogy semmiféle retorzió nem volt szemben azzal az előttünk lévő nemzedékekkel, akiknek ugye a hajhosszúságát, a ruhaviseletét és minden egyebet szabályoztak. Remek keddeket töltöttem az ifjúsági parkban, szinte minden kedden például ott voltam a 70-es évek végén, a 80-as évek elején. Tehát ez a része kezdett, azt gondolom, kezdett oldódni, és hát mondjuk a 80-as évek második felében, amikor meg már újságíró lettem, akkor mondom, az ötlet című lapot sikerült egy teljesen reformer és nyitott lappá tennünk, amiből aztán létrehoztuk a világ című lapot amelyik pedig megint csak azt mutatja, hogy a rendszer vagy nem tudott, de én inkább azt gondolom, hogy már nem is nagyon akart ellenállni ezeknek a mozgásoknak. Tehát ez egy ez egy nagyon felpuhuló ö, diktatúra volt. Én egyébként egy későbbi könyvemben ö, azt a szót használtam erre, hogy diskurzív diktatúra, ami azt jelenti, hogy egy csomó csoportot már engedett létezni, és a rendszer ezekkel már tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy nyílt vitában állt. A... Bocsánat. Neveket tanultunk meg akkor, olyan neveket, akik, amiket korábban is ismertünk, de új szerepben tűntek föl a viselői, például a Posga Imre vagy megismerkedhettünk azzal, hogy Berec János az kiféle, miféle, vagy hogy jön föl vidékről Grósz Károly, hogy lesz belőle miniszterelnök. Szóval nem azt mondom, hogy ezek teljesen új politikai szereplők voltak, de ezekben a pozíciókban, ahova kerültek, vagy tette őket Kádár újak voltak. Hogy látta őket? Mire képesek? Mi lesz ebből a rendszerből, aminek az ők az urai? Na most itt megint egy olyan ponthoz érkeztünk, amikor azt tudom mondani, hogy a magam kis módján hozzátettem valamit az egészhez, ugyanis 1989. januárjában én interjút készítettem Posgai Imrével. Szintén az ötlet című lapban megjelenik, egy hónappal vagy két héttel azelőtt, hogy lett volna a kb-nek az a híres ülése, amelyen ő bejelentette, hogy népfelkelés volt 1956-ban. Nekem elmondta ebben az interjúban. Szerintem ez volt az az első interjú, 89. januárjáról beszélünk, amikor Posgai elmondja nekem, hogy 56 népfelkelés. Nem, szóval azt nem, a, a, szót nem a 168 óra volt az első, ezek szerint? A, valószínűleg az egyik első. Nem tudom a 168 órának mikor mondja, nekem január valahány 20-a környékén mondja. Mm -hmm és azon kívül elmesél még nekem interjún kívül igen érdekes részleteket, például a tekintetben, hogy valószínűleg az ő szobája be van poloskázva, azaz grósz őt lehallgatja mondjuk egy kicsit szöget ütött a fejembe, hogy ezt hogy meri elmondani nekem, mert ott fogadott engem azt hiszem a parlamentben, ha jól emlékszem, de ezen a kis ellentmondáson túltettem magam, mert szóval maga az, az, egy, az egy, nagyon jó, hogy mondjam, érzés volt, hogy, hogy ekkor már ilyen témáról lehetett beszélni. Őt valami új vezéregyénységnek tekintett egy olyan reformernek, aki átalakítja a rendszert, és annak majd egy új nem, én, én nem így mérlegeltem ezeket a dolgokat, hanem egyszerűen úgy éreztem, hogy ő egy, hogy mondjam, egy olyan figura, akit meg kell kérdezni én általában arra szoktam mindig figyelni, hogy valamit felfedezni mások előtt, ha szabad ezt mondanom. Tehát posgait egy kicsi két korábban, hogy mondjam, találtam megkérdezésre méltónak, és jelzem, hogy vele én még egyszer találkoztam később, mégpedig 1992-ben, amikor egy életút interjút csináltam vele, az volt ennek a címe, hogy az óvatos duhaj, és ez megjelent a mozgó világ 92 októberi számában mindenki utána keresheti. Tehát eh, ahol ő egyébként a demokratikus ellenzékhez való viszonyról is beszél, ebben a 89-es interjúban is szóba kerül ez, és azt hiszem, hogy mind a kettőt a demokratikus ellenzékben értékelték is, tehát amikor amikor arról kérdezett korábban, hogy hogy viszonyult hozzám az ellenzék, akkor láthatták, tehát, hogy én nem, nem egy behipített ügynök vagyok, akik akna munkát folytat ellenük, hanem tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy egyengette azt az ügyet, amit a demokratikus ellenzék is képviselt. Tehát én egy csáp lehettem, senki nem kérte erre, hogy az legyek, de minden esetre az lehettem az ügyben, hogy ez a dolog jobban menjen. Több beszélgetésből kiderül az, hogy az emberek akkor nem gondolták, talán nem is gondolhatták végig, hogy mi lesz ebből, a, ebből az egészből, hogy ebből egy új rendszer lesz, vagy pedig megmarad a régi, csak teljesen átalakul, hanem ennél föltöz ragadtabb érthető problémáik voltak a jólét, a nyugatra való utazás, a szabadbeszéd, de hogy ez összeáll -e valami új szisztémává, arra nem igen gondolkodtak, és a újságíró belül is így volt, Nekem volt -e egy sorozatom szilárd, Jákossal a Szovjetunió történetéről, a gondolatjelben, akkor. És azt mondta nekem, hogy oké, okay, majd befejezett ámokfutásodat a sztálinizmusban, amikor ez az új Hruscsov korszak véget ér. Mondta a Gorbacsov korszakra. Tehát nem, nagyon kevesen gondolták, hogy ebből valami tök más lesz. Hát ha a kérdés arra vonatkozik, hogy én gondoltam-e, hát, akkor azt tudom önnek mondani, hogy a 80-as évek végére már megismertem például annyira a demokratikus ellenzék gondolkodását, meg már volt bizonyos rálátásom más témákra, hogy akkor engem már hogy mondjam, az fogott meg ebben az egészben, hogy azt kezdtem nézni, hogy melyik csoportnak milyen elképzelései vannak az átmenetet illetően, és abban önnek igaza van, hogy eléggé ilyen diffúz, alaktalan dolgok voltak, de a demokratikus ellenzék programját én már akkor is olyannak tekintettem, amiben egy elég határozott elképzelés fogalmazódott meg. Például Bibó Felfedezése is a demokratikus ellenzéknek köszönhető, és a Bibótól szerintem a magyar rendszerváltásba nagyon sok minden került át, nevezetesen a határolt forradalomnak az elmélete. Nem akarok én most itt nagyon ilyen elméleti eskedő dolgokról beszélni. Tehát, amit Bibó 1945-ben kitalált, hogy hogy kell a 45 utáni Magyarországot felépíteni, azt a demokratikus ellenzék be tudta ide hozni, és én mind a mai napig azzal magyarázom az szdsz nek a korai nagyon erős szerepét, hogy a legerősebb volt ilyen ideológiai vonalon. Tehát ő tudta gyakorlatilag megmondani, hogy honnan, hová megyünk. Az összes többi párt, vagy, vagy mozgalom, vagy társaság, az, az vagy közhelyesen nézte ezt a dolgot, vagy, vagy nem volt neki ilyen kialakított, világos Hát, percet. hogy nagyon, vagy nagyon láthatóan a múltat akarták föl eleveníteni, de arról se tudták pontosan, hogy micsoda. Nagyon sok pici pártoska alakult akkor, és az egyik kereszténydemokrata volt, másik királypárti, a harmadik nem tudom, de, de nem voltak komolyak valahol. Jó, de persze itt annyiban felmenteném őket, hogy hát azért a rendszer az egy ilyen párt nélküli és ideológia nélküli korszak. Tehát itt gyakorlatilag a nulláról kellett végül is mindent újra teremteni, és nem csoda, ugye, hogy a kezdetben nagyon gyengén sikerült ez, de a, mondom, a, a, demokratikus ellenzékből kinövő SZDSZ az annyiban megelőzte a korát, hogy világosan megmutatta azt, hogy, hogy milyen ideológiai lehetőségek vannak, mit jelent ez a határolt forradalom, és szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy nekem ez kulcsot adott ahhoz is, hogy én megértettem, hogy ők miért fogtak össze 94-ben például az MSZP-vel. Mert nagyon sokan ugye azt mondták, hogy ez egy árulása volt az sds nek Én pedig éppen Bibóból értelmeztem ezt az egészet úgy, hogy ha határolt forradalom, akkor az nem azt jelenti, hogy az előző rendszer pártját végérvényesen ki akarjuk iktatni, hiszen Bibó sem ilyet mond, hanem azt, hogy azzal valahogy egy rendezett együttélést kell produkálni. Tehát nálam ez a 94, ez nem egy botránykő, mint nagyon sokaknál, hanem én benne állam, ez belefért abba a logikába, amit az SDS addig is képviselt. Innen folytatjuk egy perc múlva a Csizmadi Ervinnel. a avagy 30 éves rendszerváltás. Szénási Sándor műsorok. Csizmadi Ervin politológusa a vendég. Hát ott tartunk, hogy a 80-as években az SDS kelti föl leginkább a figyelmét, ha jól értettem az előbb a szavait, mert ideológia teremtésben vagy a jövő megmutatásában ők voltak a legerősebbek. Csak hát valami furcsaság van itt, mert az MDF volt a legerősebb párt. Tehát ideológia de vagy oda. Ami azt jelenti, hogy ők inkább tudtak olyasmit mondani ennek a Magyarországnak, mondjuk jó részt a vidéki Magyarországnak, amit azt megértett. Tehát az SDS logikája az nagyon kevés embernek lehetett, hogy mondjam, csak otthonos, hiszen az ő támogatottságuk jó részt, ezt ma már tudjuk, az ő kommunista szólt. Hát éppen erről beszéltem az előbb, hogy én szerintem nem csak a kommunista ellenesség játszott itt szerepet, hanem bizonyos értelemben e, mégiscsak e, az előző rendszerrel valamiféle folytonosság. Hát mit is jelent a határolt forradalom? Azt jelenti, hogy nem az utcáról döntjük meg a rendszert, nem radikálisan Jó, de ezt az NDF is megpróbált, amikor megpróbáltak posgaival összeállni abban a reményben, hogy köztársasági állnak lesz, és posgai akkor már egy ilyen népi jobboldali figurának gondolta Hát magát. igen, de, de annak mégsem volt olyan ideológiai annak az összeállásnak, azt gondolom. Tehát itt, itt szerintem az a különbség, hogy hogy az egyik oldalon van egy, egy ideoló, tulajdonképpen van egy vízió. Na most arra, amit fölvett, hogy most akkor a vidéki Magyarország meg a, 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 a nem vidéki, itt én azt gondolom, hogy egy kicsit a mai agyunkkal nézzük ezt a kérdést. 89-90-ben nem volt ez a kérdés ennyire előtérben. Én azt gondolom. Tudja, mikor jelenik ez meg? El, először, hogy a, a vidék fontos. Szerintem 94 és 98 között, de ne akarjunk persze nagyon elemezni, mert már kezdek elmenni az <laughs> elemzés felé. Nem, nem, fontos felé. dolgot mondott. Mert de ugye. 94 és amikor az MSP visszatér a hatalomba, és négy évig ott van, és 54 a van az MSZP-nek, akkor kezd elgondolkodni mondjuk például a Fidesz, hogy ahhoz, hogy ő valaha a kormányra kerüljön, ahhoz neki szüksége lesz arra, hogy az msp től eltanulja, hogy mit kell a vidékkel csinálni. Az SZDSZ soha nem volt vidéki párt, az ő felfutását nem a vidékiség okozta, hanem az okozta, hogy a számarányánál jóval nagyobb tömegekhez volt képes szólni ezt a Fidesz nem tudta volna így megcsinálni, neki az kellett, hogy az MSP modellt másolja le. Tehát szerintem ez a vidék-Budapest kérdés, ez 94-ben jön. Ez egy nagy, nagy, nagyon érdekes kérdés, hogy ha az MSP nem tér vissza 94-ben, akkor a fölénnyel, hogyan alakul a magyar tör történelem további menete. Ezt nem tudjuk megválaszolni, azt viszont tudjuk, hogy attól kezdve ez lett a Fidesz számára a mérce. Hát jó, hogy ezt mondja, mert az eddigi beszélgetésekből is az derült ki, hogy, hogy nem lehet itt a múltat sem rekonstruálni teljesen, sem pedig figyelmen kívül hagyna jelent, hiszen most beszélünk erről, és a mostani csalódottságaink, tapasztalataink, várakozásaink, félelmeink, stb. valahogy becsatornázzák azt, hogy mire emlékszünk abból az időből. Például arra gondolok így utólag, hogy lehet, hogy én Ezekben a beszélgetésekben túl örültem azt a korszakot, nem volt az olyan fényes vagy olyan nagyszerű. Mindenünk életében nagyon fontos volt, de talán kevésbé volt csillogó. Most a 80-as évek igen, végéről igen, beszélünk igen, igen. újra? Akkor én a következőt mondom erre. Tehát megmondom őszintén, hogy minél távolabb vagyunk attól a korszaktól, annál inkább az izgat engem hogy annak a korszaknak mégis volt egy, egy egy nagyon fontos része, ami a mostani életünk szempontjából is meghatározó. És ez pedig az a nyugat kép, amely sokáig uralkodó volt a magyar közéletben, az a 80-as évek második felében alakul ki. És ez már nem a demokratikus ellenzék tette önmagában, hanem rajta kívül még nagyon sok mindenki. Tehát magyarán az, hogy nekünk föl kell zárkoznunk nyugat-európához, ez bármilyen tréfás így most utólag elmondani, hmm. ezt a néhai állampárt környezetében lévő bizonyos szakértők, műhelyek, folyóiratok, hogy mondjam, közvetítették. Azért is Interjük mond... Interjük egyik fontos kérdése volt, hogy mikor érjük utol Ausztriát, és ezzel így komolyan foglalkoztak. Hát, de itt most arra gondolok, amikor már nem az van, mint mondjuk a 70-es évek végéig, hogy a kommunizmus az egy magasabb rendű fajta, mint a kapitalizmus, hanem az van, annak a belátása van, hogy nincsen két darab világrendszer, hanem egy van. És ez pedig akkori szóhasználattal a tőkés világrendszer. Ez a 80-as években végig vonul ez a folyamat. Ezt azért mondhatom ilyen egyértelműen, mert én 2001-ben írtam egy könyvet erről, a Magyar Elitek nyugatképe a Kádár rendszerben címmel, valami ilyesmi van címmel. Diskurzus jel. és Diskurzus és, diktatúra, diskurzus, igen. és diktatúra. Na most ebből fehéren feketén kiderül, hogy a korszak az nem máson dolgozott, mint a saját leépítésén tehát túlmenően a demokratikus ellenzéknek az ellenzéki mondani valóján, mit tudom én, a külpolitika című folyóirat, a külgazdaság című folyóirat, sőt, még olyan folyóirat is, mint a társadalmi szemle, amelyre már senki nem emlékszik, mert hiszen ez már... De valami, valami párt folyóirat volt. Párt folyóirat volt. És még abban is olyan cikkek jelentek meg, amelyek tehát egy alapvető fordulatot mondtak, azt mondták, hogy talán adjuk fel azt a régi dogmát, hogy a szocializmus magasabb rendű, mint a kapitalizmus, és kezdődjön el erről egy egészen új gondolkodási folyamat, azaz a késő rendszert én már régóta úgy értékelem, hogy azt a nyugat képet a késő kádár rendszer fejlesztette ki, amely sokáig a 90 utáni magyar demokráciában egy orientáló irányadó nyugatkép volt. Próbáljuk elgondolni, hogy ez a nyugatkép milyen lehetett a társadalom többségének az agyában. Ugye Gorenje korszakról beszélünk, tehát ez biztos, hogy az áru. Az áru, a Maria Hilferstrasz, és a többi. Aztán a másik dolog a, a jólét, ami ezzel kapcsolatos, és amit Magyarországra is el kéne hozni. Nem tudom, hogy ezen túl mi volt még, ami nyugat volt. Mert hogy a szabadság az a korszak értelmiségének az agyában ott volt, de hogy a kor kisemberének az agyában mennyire volt ott, hát kétséges. Jó, de ne becsüljük ám le azt a kettőt sem, amit ő említett, mert hiszen én nem is a kisembert mondanám, hanem, hanem azt a szót szokta a nyugati politológia használni, az ordinary people, tehát a, a közönséges, a mindennapjármű. Közönben. Tehát, hogy mondjam? Tehát, Miért is várjuk mondjuk tőlük, hogy ők mondjuk a, a jogállam, nem tudom én, bonyolult útvesztőibe belekerüljenek? Hát persze, hogy azt nézik, hogy jobban éljek eljussak külföldre, és ebben a tekintetben kétségtelen a 80-as években jobb lehetőségek voltak. Ugye az alapvető ellentmondás persze az az volt, hogy azt az életszínvonalat a Kádár rendszer nem tudta fenntartani, amelyet mondjuk a 70-es évek végéig fenntartott. Szerintem egyébként ebbe bukott döntően bele, hogy, hogy ment az évi 3-4 százalékos GDP növekedés van a 70-es évek végéig is. Attól kezdve pedig nincs és ezt semmilyen eszközzel nem tudják helyreállítani, mondhatnak bármit, és csinálhatnak bármit, a mindennapi ember elkezdi érezni, hogy azért az a jó lét, ami korábban volt, az neki a továbbiakban nincs meg. Szerintem ez, ez ezért bukik meg a rendszer, mert nem tudja maga mögé állítani egy idő után ugye az állampolgárokat, és ezért volt nagy ereje a demokratikus ellenzéknek, amely mögé pedig úgy is beálltak az emberek, hogy úgy mondjam, hogy hogy pár száz demokratikus ellenzéki volt. Még nem kérdeztem meg, hogy milyen indítatásból lett újságíró. Ugye tisztáztuk, hogy 91 politika-elméleti tanulmányokat folytatott, tehát tudósnak készült, uh -huh. kvázi elemzőnek, nem tudom. Azért az újságírás más. Mi vonzotta oda? Hát ugye említettem már önnek, hogy én a 80-as oh. évek elején a Pesti műsornak, meg mindenféle Na Jó, hát ezek írtam. ilyen kis bedolgozások. Az ember öt éves korába ír verseket, de hát aztán ezt elhagyja. De azért ez egy folyamatos dolog volt, tehát én oda rendszeres lemezkritikákat írtam, aztán elkezdtem írni publicisztikákat, okáért. ugye talán népszabadságba is egy-kettőt írhattam a 80-as években. Erre már olyan nagyon nem emlékszem, de példá például arra emlékszem, hogy még bőven nem voltam a tudományos pályán, és 1984-ben Jászi Oszkár publicisztika kötetéről a Társadalmi Szemle című folyóiratban jelent meg egy dolgozatom, ami azért is nagyon pikáns volt, mert a Társadalmi Szemle szerkesztősége a 80-as évek közepén a Fehérházban volt a Dunaparton. <laughs> Kádár János alatt egyel, vagy fölötte egyel, nem tudom, tehát vittem be a kis kéziratomat, ha jól emlékszem Hovanyec Lászlóhoz, akit biztos sokan ismernek név szerint, akkoriban ismert újságíró, tehát hogy mondjam, egy ilyen újságírás és politika tudomány közötti átmeneti pálya volt ez, 87-ben pedig úgy kerültem egyszerűen az ötlethez, hogy akkor fejeztem be abban az évben, elég későn egyébként, ilyen kicsit későn érő típus lévén az egyetemet, és nem tudtam még máshova elhelyezkedni, és egy ismerősöm barátom az ötletnél volt főszerkesztő helyettes, és ő mondta, hogy nem akarok oda jönni, és akkor történt ez az odamenetel, majd pedig egy évvel később az ötlet ugye megszűnik és akkor lett belőle a világ nekem az újságírásban is egyébként az volt az érdekes, hogy politikai publicisztikát írni tehát én nem klasszikus újságírói műfajokban dolgoztam, riportot életembe talán sosem írtam tehát ment az interjú és ment a politikai publicisztika. Na most a publicisztikában ugye az a fontos, hogy az ember a saját véleményét próbálja megeladni, megtámogatni, lehetőleg fogyasztható, tehát népszerű formában, ami azt jelenti, hogy önnek muszáj volt, hogy legyen határozott elképzelése arról, hogy mit gondol a politikáról, a jövőről, az országról, amíg működő Szovjetunióról, hát már mennyire működött, az Egyesült Államokról, tehát mindarról, ami, ami az újságolvasó embert abban az időben érdekelte. És ez a határozott vélemény, én ezt gondolom, ezt akarom, ezt látom, ez később egy ilyen kívülálló megfigyelő státusszá alakul át. Abban az időben ő mi volt? Liberális? Baloldali liberális? Konzervatív? A kérdés, Egyszerűen csak baloldali? A kérdés nagyon, nagyon jó, mert a legközelebb én magamhoz a szabad gondolkodó kifejezést. Tartom. Ez mintha megkerülése lenne a válasz? Lehet, hogy megkerülés. A szabad gondolkodó az mindent megpróbál integrálni magába. Akkor is így voltam, és azóta is. Mondok önnek példát. A demokratikus ellenzék az egy magát liberálisnak nevező kör volt, ugye? Engem az érdekelt, hogy magát ezt a kört megírjam. Nem az, hogy én ezt liberálisként, baloldaliként, jobboldaliként, vagy bármiként megírok, hanem az, hogy maga ez a kör. Megyesi Péter, akiről később írtam, ő egy baloldali volt. Én nem váltam baloldali vászónak abban az értelemben, ahogy Megyesi Péter volt az. Ott is ugyanaz érdekelt, mint amit a demokratikus ellenzék. Fölfedezni valamit, oda tenni az emberek elé, amit más nem csinál meg. Látott ön Megyesi Péterről azóta is monográfiát írni? Ami... Kéne, hogy legyen. Szerintem érdemes, Na de... ha esetleg olvasta volna az én Megyesi Péterrel készített interjúmat, és megnézni, hogy ott milyen kérdések hangoznak el, hát ott nem alá van. Tehát ott... Nem, 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 ez fősötétel. Jó, ezt. de rengeteg olyan interjút ismerünk, ugye, amiben az a technika van, hogy segítsünk az hogy mondja el, és nulla hír. Na most én a Megyesi Péter, mit tudom én titkos szolgálati dolgairól is úgy kérdezem, ahogy szerintem kérdezni kell. Tehát ez egy szakmai kihívás volt meg. És mondok egy harmadik példát. Megírtam a két világháború közötti magyar radikális jobboldali politikus Makkai János élettörténetét. Kutya nincs, aki tudná, hogy ki volt Makkai János. Makkai János a második zsidó törvény parlamenti előterjesztője volt, két évvel később pedig angol rádióadót működtetett Budapesten. Érdekelt ez a történet engem. Radikális jobboldali váltam volna? Abszolút nem. Tehát három különböző liberális, baloldali, radikális jobboldali, és még mondhatnám, tehát mindenben az izgat, hogy valami olyasmit csinálni, amit hát, hogy nagy szavakat fogok mondani, csak én tudok, mert, mert más ezt valószínűleg nem fogja felfedezni. És ezáltal nem az érdekelt, hogy én most belőjem ezt patika mérlegen, hogy most ez milyen ideológia nevében megy, hanem az érdekelt, hogy oda tegyem a sztorit, és az emberek számára egy új lehetőséget adjak arra, hogy a dolgon elgondolkodjon és vonja le a maga következtetését. Megmondom őszintén, hogy azzal a politológiával sosem tudtam azonosulni, ami a számba akarja rágni, hogy én mit gondoljak a viszonyokról. Nem, azt gondolom, hogy egy tökéletes tudósi alapállás az, amit most fölvázolt, csak hát a tudós ugye értelmiségi, és van egy értelmiségi felelősség is abban, hogy meg, meg hát megkerülhetetlen, hogy az ember elköteleződjön valamiképpen dolgok mögött. És a értelmiségi felelősség pedig az, hogy olyan dolgokat próbálok véleményformálóként előadni, amiről úgy gondolom, hogy tisztességes és szolgálja ennek az országnak a jövőjét. Pont ezt tettem. Hát a demokratikus ellenzék történetének a megírása ön szerint nem ezt a célt szolgálta? A jó, csak mondta, hogy megírta a szélsőjobboldali embernek a történetét is, meg megírta a és akkor mondok magyar. még egy Igen. legújabb példát, a 2017-es könyvem, aminek az a címe, hogy a magyar politikai fejlődés logikája, az pedig pont azzal a felelősséggel íródik meg, hogy addig, amíg nem vagyunk hajlandók megérteni a saját múltunkat, addig nem fogjuk megérteni azt sem, hogy miért olyan az urbanizmus, amilyen most már nagyon a mai dolgoknál vagyunk. Hát nem, tudjuk nem tudjuk kikerülni. Tehát én azt látom, és ez meg aztán végképp aktuál politika, hogy a mai ellenzék azért vesztegel, és azért nem tud előre jutni, mert egyszerűen, mint becsukná a szemét a magyar múlt Tal kapcsolatban, ezt jelzem már 1990-ben is körülbelül így láttam, akkor írtam egy tanulmányt szintén a valóságban, az volt a címe, hogy ismétlődő pártlogikák, gondolja meg, 1990-ben. Ugye, és akkor is arra próbáltam rámutatni, hogy ezeket a visszatérő dolgokat vegyük már figyelembe, egyszerűen nekünk olyan múltunk van, amit hogyha nem jól hogy mondjam, reagálunk le, akkor nem fogjuk tudni a jó megoldásokat sem. Szerintem ma is ugyan ez a probléma. Tehát 90-ben látta, hogy a reakció rossz, hogy az értelmiség nem dolgozza föl a még csak ez múltját, sem mondanám. Vagy... A, 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 hogy mondjam, el akarom kerülni azt, hogy én le akartam volna szúrni az értelmiséget, vagy ilyesmi. Én már akkor is úgy éreztem, hogy nekem az a dolgom, hogy ezeket a történeti dolgokat oda tegyem a placra. Igen, de a kérdés arról szólt, hogy tehát már abban a korszakban látszott, hogy az értelmiség nem fogja föl a a szerepét teljes mértékben? Vagy nem gondolkodik nem, el az nem, szóval én, én nem akarom bántani ezért az értelmiséget. Én annyit mondok, nem, 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 Én egy objektív ó, választ várok. Én, a, 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 én, én tudok valamit, amit én úgy érzékelem, hogy nagyon sokan nem, és ezt szeretem oda tenni. A válasz, ami... A válaszom az, hogy a magyar értelmiségnek lenne még éppenséggel, hát mondjam, <laughs> módja és, és lehetősége arra, hogy, hogy egy kicsit jobban elmélyedjen ezekben a dolgokban. Hát egy tökéletes álláspont arra, amit ugye a középen álló emberre szoktak mondani, hogy így alakítja ki. De nem, nem sértésre gondoltam én, hanem arra, hogy Sokan azt mondják, hogy tulajdonképpen a rendszerváltás elcsúszott, nem sikerült, a tömegeket nem lehetett involválni, vagy nem kísérelték meg, és hogy gyakorlatilag ez a magyar értelmiség felelőssége. Tehát én csak ezt kérdezem, hogy ezt látja-e? Nem. nem. Ezt, a, ezt a dolgot nem. Ha, ha most ilyen direktben kérdeze azt, szóval nem, nem szeretem a felelősséget ilyen mértékben kiterjesztetten használni. Én azt gondolom, az én szakmám engem arra tanít, hogy azt vizsgáljam, hogy milyen időtávok vannak. Ha megnézzük, és tudom, hogy ez nem fog tetszeni önnek, amit most mondani fogok, ha megnézzük, hogy milyen állapotok voltak, mondjuk a nagy francia forradalom után 30 évvel, az angol polgári forradalom után 30 évvel, általában a forradalmak után 30 évvel, akkor azt tudjuk mondani, hogy sajnos nem olyan állapotok, mint amilyenek. Ma a nyugat-európai demokráciák. A nyugat-európai demokráciákat mi nem fogjuk tudni még jó ideig produkálni, ennek részben időbeli okai vannak, de nagy részben pedig ilyen történelmi okai, hogy a magyar néplélek, meg a nem tudom micsoda most ebben nem hiszem, hogy bele fogunk tudni menni, olyan, amilyen. És ráadásul azért is kell ezt elmondanom, mert én ezt nyugat-európai tudósoktól tanulom. Tehát itt nem arról van szó, hogy én most meg akarom kerülni a kérdést, hogy, mert azt szokták ilyenkor mondani, hogy na kit érdekel az, hogy mi van Franciaországban, az az érdekes, hogy mi van itthon. Na de hát, hogyha azt elfelejtjük, hogy, hogy mit tudom én, mondjuk az amerikai alkotmánynak mennyi idő kellett ahhoz, hogy amerikai alkotmányá váljon, és az emberek belsővé tegyék, és tényleg hittel belülről magukénak vallják, hát az nem, mit tudom én, 1815-ben történik, hanem körülbelül Lincoln idejében, majdnem száz évvel azután, hogy tehát ezekre szerintem tekintettel kell lenni, önnek abban teljesen igaza van, hogy ettől az embernek rendkívül rossz hangulata és rossz tapasztalatai lehetnek a mindennapokban. A két dolog viszont teljesen különbözik egymástól. Tehát, hogy az ember hogy éli meg, és hogy mint tudós vagy mint politikai elemző milyen okokat lát ugye a dolgok magyarázatában, semmiképpen nem hárítanám a felelősséget az értelmiségre blok. Tehát szerintem ez, ez, egy rossz értelmiségi reakció, hogy az értelmiségiekre akarjuk áthárítani a felelősséget. Egy kis Ó, hát, oh, no, 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 Az is túlzás. A, mi, minden túlzás. Minden, minden ami jelző az túlzás az ön szempontjából. Egyébként ez egy nagyon ritka álláspont, amit ön elfoglal, és tudja nyilván, hogy ezzel kiszolgáltatott mindenféle oldalak kritikájának. De mégis ezt a közvetítő vagy középen álló szerepet, amire én ugye a beszélgetés kezdetén azt mondtam, hogy hát kérdés, hogy ez a közép létezik-e egyáltalán. Lehet-e középen állni? Talán jönnek-e a erőviszonyok is? Hát én úgy látom, hogy nem, de ez csak az én véleményem. Hát, Tehát, hogy ez egy egyedülálló szerep, amit ön fölvállal? Jó, de mégis azt tudom önnek mondani, hogy nem teljesen van igaza ebben. Mert én a környezetemben azt látom, hogy például erre a történelmi szemléletre egyre többen fogékonyak. És nem csak azok, akikkel én mondjuk a Facebookon levelezgetek, hanem még a magyar politológiában is. Nagyon nehéz a magyar politológiát is átállítani, nem is. Szándékom természetesen ez, mert a magyar politológiát, hogyha megnézzük, és itt is a 80-as évekhez kell visszamennünk, a magyar politológia honnan ered? A 80-as évekből, amikor a reform folyamat segítői voltak a politológusok. Azaz, nyílt politikai szerepet vállaltak kvázi. Most ebből kell a magyar politológiát, vagy kellett elmozdítani valamilyen irányba, és én annyit tudok mondani, hogy egy pici kis építőkövet magam is hozzá tudok rakni ahhoz, hogy talán legyen a magyar politológián belül is egy olyan szemlélet, amelyik ezt a történeti dimenziót jobban érti. Ha ezt én meg tudtam csinálni, vagy, 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 valami sikert ebben elérek, az szerintem már, már eredmény, mert ezt nagyon kevesen csinálják a magyar politológusok között, azért is kevesen, mert például ez meg a történészeket nagyon bizsergeti, vagy, vagy bántja, hogy mit, mit akar a -e politológus régi időkben. Csak úgy mondom, hogy például egy fiatal történész kolléga a 2017-es könyvemről egy történelmi folyóiratban jelentetett meg recenziót épp a napokban küldte el nekem. Ugye? Tehát ez is micsoda dolog, hogy befogadja a történelmi folyóirat az én politológusként írott könyvemet. Szóval apróbb, nagyobb eredményeket látok, és megmondom önnek őszintén, hogy én nagyon optimista vagyok ebben az ügyben, mert még egyszer mondom, nyugati politológusoktól tanulok. Tehát itt nem arról van szó, hogy én valami, Értem. valami hülyeséget itt van egy ilyen hóbortos ember, akit mindennel szembe megpróbál, próbál, hanem egy csomó olyan dolog, ami legitim Nyugat-Európában is. Végül ez a szokhányos kérdés, de hát nem lehet kerülni mit jelentett az ön életében a rendszerváltás körüli korszak. Mennyire határozta meg a, a személyiségét, a kapcsolatait, a gondolkodás módját? Mindent. Röviden ezt tudom önnek válaszolni. Magyarán még érdemes azért róla beszélni a korszakról. Nagy mértékben érdemes, mert hogy mondjam, nem csak azért, mert a 30 éves évforduló van, hanem azért, mert mert Rengeteg olyan aspektusa van, amit, amit még nem ismerünk. Én most ma egyet mondtam önnek, vagy hát lehet, hogy többet, de. Ez, ez a nyugat kép kialakulása. Ez például a késő kádárkorszaknak köszönhető. És végül is egy ugye 50-60 év körül embernek az identitása pedig egyszerűen akkor alakul ki, akkor sajátítja el az alapvető értékeket. Mármint, hogy a mai, mai 50-60 éveseknek. Tehát én akkor már felnőtt voltam, lehetett véleményem, és nagyon világosan el tudtam indulni egy pályán, és ezt a pályát szerintem valamilyen formában tudtam is építeni, úgyhogy ha olyan gondja lenne esetleg, hogy nem érdemes erről a korszakról beszélni, de hát a műsor nem azt mutatja, hogy nem érdemes, akkor a leghatározottabban azt mondom, hogy akit csak lehet szólaltasson meg. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a meghívást. Csizmadi Ervin politológus volt a vendég, a rendszerváltás körüli évekről és a, ezzel kapcsolatos emlékeiről kérdeztem. A szerkesztő Selmeci János volt a műsorvezető, Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Szabadság avagy A vagy 30 éves a rendszerváltás. Szénási Sándor műsorok.